Üdvözlöm, kedves barátaim! Törökországból, Isztambulból készülünk egy nagy programra, de nekünk veletek egy nagyon jó téma lesz mindjárt, amit megbeszéljünk Bhagavad Gita-ról, és intro után elkezdjük. Itt is vagyunk, kedves barátaim! Ma, amit fogunk beszélni, hogy Bhagavad Gita mennyire érdekesen tanítja a pszichológiát, és gondoltam, bemutatom nektek ezt a témát. Közben itt sétálunk terembe, ott van a Swami, Sivaram Swami hátul készül az előadásra, és a Bhagavad Gita-nak egy pár verset, amit fogtok látni most szanszkritul, igen, így, hoppá! Engem is lássátok, akkor természetesen ez az egyik szanszkrit vers, utána ez a másik szanszkrit vers, ami következőképpen hangzik. De Jatovisán Pomszák, Sangaste Supajajate, Sangatsajajate, Kama Kroda Bijajate, következő vers. Krodhát, Bhavati, Számohát, Számohát, Smriti, Vibramsát, Smriti, Vibramsát, Budinasa, Bunishinasiát, Pranas, Pranishyati. És erről szólnak ezek a versek, közben kirakom nektek a magyar fordítást. Arról szól, hogyha elme, hogy működik, hogyan működik a pszichológia, hogyha valakinek az elméje irányítva van anyagi élvezetre, vagy mindegy, hogy valamit akar ember csinálni. És ettől jön, főleg az egoista vágyak teljesítése, ettől fog jönni a ragaszkodás az élvezethez. És mikor ember élvezetre ragaszkodik, és utána jön, hogy valaki próbál megzavarni, ezután az ember dühös lesz. És a düh indítja minden. Na, itt jön az igazi pszichológia. Akkor még egyszer, a túlerős ragaszkodás az élvezethez. Képzeljétek el, ti nagyon-nagyon valamit akartok, és most fogtok csinálni, és már elkezdtétek, és ha valaki jön és zavar, akkor ember nagyon dühös lesz. Azt mondja, te miért ez zavarsz, és akkor beindul a düh. Ugye ez Bhagavad Gita-ban 5000 év ezelőtt ez volt írva. De utána nagyon kemény. Akkor düh, ez a krodán, krodhát bhavati smriti. Amikor valaki dühös, akkor az emlékezetet kikapcsol. Smriti. És az emlékezet kikapcsolja a buddhi, az intelligenciát. Itt van a főleg ebbe a versben lehet látni egy kicsit. Krodhát bhavati számoha, ember illúzióba kerül. Számohat smriti vibramsát. Ugye akkor a illúzió az azt jelenti, hogy én Isten vagyok, nekem igazam van. És ami fogtok látni mindjárt a végén, hogy ember, amikor a dühnek engedi helyet, akkor utána már kontrollálhatatlan, és nem lehet megállítani embert, aki dühbe gurul. Itt ez a érdekes. Ameddig nem engedjünk dühöt, hogy eluruljon rajtunk, akkor még oké, akkor rendben, akkor még lehet visszafogni, és nem hibázunk. De hogyha elindult a düh, akkor ember illúzióba kerül, hogy mondja, itt engem, nekem itt van az ellenség, nekem le kell győzni az ellenséget, és kell erős lenni, akkor ez fog történni. És utána a smriti, elfelejtem a dolgokat, hogy én ki vagyok, lehet, hogy aki előttem van egy fiam, gyerekem, egy feleségem, akit nagyon szeretem. Nem, én elfelejtem ezeket, elfelejtem, hogy én lélek vagyok, és akkor csak van egy jelenség, akit le akarok győzni. És akkor mikor smriti, mikor az el van veszve az embernek a memória, akkor intelligencia kikapcsol. Mert az intelligenciának az ereje a emlékezeten múlik. Amire én emlékszek, hogyan én emlékszek a dolgokra, akkor ez alapján tudok használni intelligenciát, hogy legyen erős vagy gyenge. És akkor itt van, és akkor még ott buddhinasa, utána pranásati. Amikor már ember az intelligenciát is elveszítette, akkor már
visszafordíthatatlan dolog történik. Hogyha megnézitek, hogy hány ember dühből megölte férjét, feleségét, gyerekét, annyi sok ember így hibázott, úgyhogy megölte valakiket. Itt van a Sián Bihári Prabhu, Sivram Swaminak a titkára. Nem kell? Nem. Jó. És akkor itt pont ez a fontos, hogyha megnézitek, hogy amikor nektek is volt olyan pillanat, amikor düh, akkor egy ilyen pat helyzet, akkor nekem le kell győzni, és ember nem tud már megállni. És ezt tanítja Bhagavad Gita, hogy erre kell figyelni. Ezzel a versekkel, amit nektek most mutattam, amit a fordítása a második versnek, azt arra utal pont, hogy meg kell tanulni uralkodni a dühön fölött. Hát elsősorban a kéjen, mert az a ragaszkodás az élvezethez, ez a kéj. És a kéjből jön a düh. És utána, amikor düh jön, akkor vége. Biztos a hölgyek, akik néznek, és voltak mondjuk férjével konfliktusban, és amikor a férj dühbe gurult, akkor már tudják, sokszor a nők nem lehet mit csinálni velük, nem lehet megállítani. Ilyenkor csak el kell szaladni gyorsan, szünetet kérni, vagy valami, hogy neki ne legyen ellensége, akiből tápláljon azt a dühöt. Hiszen nem, a dühöt nem lehet győzni. A düh dühöt szül. Azért például, hogyha férfi dühös, és akkor feleséghez dühös lenni, ettől még dühösebb lesz a férj. Ezért Bhagavad Gita tanítja, hogy tanuld meg egy ilyen életet élni, hogy ne uraljon rajtad a vágyak, hanem szükség van a vágyokra, hogy teljesítsünk, ez egy szükség, ez igény, igen, de kell lelki gyakorlatod, mert a lelki gyakorlatok, ami Bhagavad Gita tanítja, segít beállítani egy egyensúlyt, harmóniát, hogy ne veszünk el magunkat a valamelyik irányba. Hát ilyen kis pár verset nektek ma terveztem megmutatni, elmondani. Nagyon-nagyon lelkesítő versek. És a másik, amit itt mutatja, hogy Bhagavad Gita mennyire zseniális, mert sok témáról beszél, a karmáról, jogáról, meg a pszichológiáról, és csodálatos. Köszönöm szépen, írjátok kérdéseket, kommenteket, és legyitek boldogok, olvassátok Bhagavad Gita-t. És majd találkozunk. Köszönöm szépen, Hare Krishna!